A középszakasz második fordulójában közvetlen riválisához, a 8. helyen álló Kaposvárhoz látogatott a 7. Falkó Trend Optika KC. A rendkívül fontos mérkőzést kifejezetten rosszul kezdték a szombathelyiek, ugyanis az 5. percben már több mint 10 ponttal jártak előrébb a hazaiak. Szerencsére a folytatásban elkapta a ritmust a vasi alakulat is, és ennek köszönhetően a nagy szünetre már egy pontos Falkó vezetésnél vonulhattak a csapatok. Térfélcserét követően azonban ismét a kaposváriak vették át az irányítást, és szép lassan leszakították a sárga-feketéket. A találkozó vége 94-74 lett a házigazdák javára, azaz a szombathelyiek ismét egy komoly zakóba futottak bele idegenben. Az első fél időben csapatként nagyon jól funkcionáltunk, akkor is megvoltak egyeteink, nem dobtuk be, de küzdöttünk, hajtottunk és okosak voltunk. A második fél időben viszont egyénileg akartunk próbálkozni, és az volt a probléma, hogy olyanokat próbálkoztunk, rossz szituációkat dobtunk el, vagy eladott labdák voltak, és ebből dobtak 10 darab olyan zicsert, amivel nem tudtunk felállni, és ez a 20 pont különbség meglett. A kaposvári mérkőzés nagyon változatos játékot hozott, hol az egyik, hol a másik csapat diktálta a tempót. A hazaiak végül annak köszönhették nagy arányú győzelmüket, hogy ők csupán a második negyedben játszottak alárendelt szerepet, míg a Falkó 3 etapban is. Egyszerűen jobban védekeztünk, eddig is mi akartunk nagyon, de voltak apró hullámvölgyeink, meg stb., amit átveszeltünk, és ez volt a legfontosabb, ez a legfontosabb az egészben. A Falkó Trend Optika KC csapata vereségének köszönhetően visszacsúszott a tabella 8. helyére. A sárga-feketék szombaton a 6. pozícióban állomásozó Sopron gárdáját fogadják az Aréna Szaváriában. A találkozó 18 órakor kezdődik.